Tök jó lesz, gyere! Már félnek tőlünk az emberek, az a baj. You what you mean, something like this? Sziasztok, országosok, ez itt No Life. Megint meghívtak minket, Dávid. Tényleg? Én már itt vagyok, de mondjuk tök mindegy. De már itt vagyunk. Szegeden, országosok, a League of Legends Roadshow szegedi állomáson, úgyhogy tudósítunk nektek, innen is egyet. Lesznek mindenféle bajnokságok, nyeremények. Úgyhogy egy csodálatos napnak nézünk elébe, Ákos! Oh, de szépen zártad le, Istenem! When I'm on the mic, it's like murder, yeah, yeah, yeah. Melyik a kedvenc színed, Ádám? Melyik a kedvenc színem? A kék. És miért? De hát a kék az olyan nyugtató. A lelkemnek jót tesz. Hideg? Miért? Nem. Ez nagyon hideg szín a kék. Lehet a lelkemet tükrözi. Hideg? Igen. És fagyos? És egyet... A párkapcsolatokkal, hogy ez... Mennyire jöttél lázba attól, hogy Urgotot revörkölni fogják? Hát tulajdonképpen nekem nem Urgot, nem a kedvenc karakterem. Köszönjük szépen. Még nem láttam. Hát mert még nincsen kész, de várod? Nagyon. Miért? Mert... A kedvenced az Urgot? Persze. Miért? Mert nagyon tetszik a kúja. És küllemre? Gennyes teste? Bejön? Igen. Én erre gerjedek. Amúgy én is. Na, tengeri állatok, kedvenc három tengeri állatod. És nem mondod a melúzát. A kapörőj fejű cápa. Az jó. Mert az tök jó, mert így meg tudod fogni a fejét. A narvá, mert annak jó nagy a szarva, mint nekem. Gyakran jársz a Szegedi LOL Roadshow-ra? Igen, minden héten itt vagyok. És FIFA-ban mit jársz? Melyik csapattal vagy? Melyik a kedvenc csapatod? FIFA-ban? Hát kedvencem a piros csapat, általában a piros színt szeretem. És most ki nyert? Mert amúgy azt nézem, hogy azt mondod, hogy pirosokkal vagy, de az egyik az piros kék, a másik meg full sárga fekete. Mindig hazudt? Ez a kövér. Igen. Igen. Soroljál fel, légy szíves, három tengeri állatot, és a medúzát nem mondhatod. Ó, jaj. És a delfin meg a bálnát se. Hal. Az jó. Milyen hal? Cet. Sügér? Cet. Az málna, az nem ér. Harcsa. Harcsa. Ez nem aki... tengeri, az tavi. Láttál már tengeri harcsát? Nem. Láttam. Beszéltem már emberrel, aki látott embert hegedűteni. És a tengeri csikó, mert nagyon cuki, én eddig csak döglöttet láttam, és az meg volt száradva. És ez a legaranyosabb dolog a világon. És úgy nézett ki, mint egy ilyen dollárjel. Kommentáljad, légy szíves, amit csinálsz. Tapsolok. Nagyon sokat szoktam tapsolni, mert az szimpatikus az embereknek, hogyha rengeteget tapsolok. Meg amikor mosolyogok. Melyik a kedvenc nagymellű karaktered a League of Legends-ben? Jenna, az nem nagymellű. Akkor legyen a Miss Fortune. Nem. A Nidalee. Mi a kedvenc színed? A zöld. Miért? Mert hosszabb, mint a kék. Miért az Urgot revörköt várom a legjobban? Azért, mert amúgy szörnyű, hogy nem csak hogy csúnyán néz ki, de el is hanyagolják. Tehát akkor ezt te már átgondoltad ezt a kérdést többször. Ezek amúgy szörnyű. Örülök, hogy föltetted. Én nagyon egész szeretem a Urgot. Tényleg? Igen, van bennem egyébként, tudod, ilyen kis ilyen védjük meg az Urgotok jogait, stb. És igen. Örülök, igazságot Urgot. Nagyon el van hanyagolva a szegény. Mondjál három tengeri állatot, nem mondhatod a medúzát. Cet. Milyen cet? Abba több van? Persze, nagyon sok. Ámbrász. Ámbrászcet. Ámbrászcet, cápa. Milyen cápa? Ámbrás, cápa. Csak a medúzára tudok gondolni. Rák. Ide a LOL Roadshow-nak a győztes csapatával, a Wild-dal. Hogy értékeled a meccset? Hát mindenképpen jó mérkőzések voltak, és gratulálok az ellenfeleinknek, elég hosszú, és szerintem szívvonalas mérkőzéseket játszottunk. És mennyire éreztétek faszának magatokat? Hát elég. Aranyérem, az így néz ki. Mik a tervek a jövőre nézve? Hát mindenképpen gyakorolni fogunk, és megpróbálunk még... Már most is faszák vagytok, még meddig gyakoroltok? Hát, azt azért nem mondanám, de... Gyakorlunk és próbálunk még több rendezvényt behúzni. De ilyen LCS vagy ilyesmi álmok vannak? Hát vannak így, szerintem mindenkinek egyrészt ez az álma, de az még kicsit messze van. Naponta mennyit gyakoroltok együtt? Hát az utóbbi időben, hogy ebben a hónapban, hogyha gyakoroltunk két scrim meccset, akkor ezt sokat mondok. Így, az nem sok. Hát nem, így mindig ahogy összejön, úgy megy. És olyan van, hogy edzés és edzés utáni zuhanyzás? Nincs, sajnos. Na, országosok, ez volt a Roadshow, LOL Roadshow, Szegedi állomása.
Köszönöm szépen, hogy velünk tartottad ma is. Akinek tetszett a videó, és lájkolta a szavarunk. Aki kommentelt, hogy szeret az ország spanul. És aki még fel is iratkozott, az intergalaktikus barák. Tisztelet!